Úgy tűnik, hogy talán ő is most már beáll, meglehetősen idegesen viselkedik. Start, elindult a Patai Sándor emlékverseny, éppen talán Crescenzo úrott ki viszonylag gyengében a gépből, Rahim Khan kezd viszonylag jól összességében, azért azt lehet mondani, hogy szépen együtt a csapat középen jól jön Zelnike, jól kezdett Ankor is, és azt nézem, hogy röptűz, azért van egy 2-3 hosszas hátránya a többiekkel szemben. Blanka is ott van a frontban, de talán a falon Rahim Khan az, aki vezet. Rahim Khan, Blanka, mögöttük van Nagy Kígyó, középen jön feljebb röptűz, illetve Ankor, illetve Zelnike van kimondottan jó pozícióban ott egészen kívül. Jön most már az utolsó 6-700 méter, és középen talán Zelnike az, aki átveti a vet, és nagyon jól futnak egyelőre az istáló társak. Blanka is ott van velük a falon. Rahim Khan kezd fáradni, Blanka veszi át a vetést, illetve középen nagyon jól jön Ankor is kívül Zelnike. Talán Zelnike vezet. Zelnike, illetve Ankor, röptűz, Rahim Khan, illetve Blanka. Jól futnak az eddig is már főszerepet játszó csikók az utolsó 200 méteren belül. Ankor Georgievvel próbál távolodni a többiektől. Ankor, Rahim Khan, Zelnike, Blanka és röptűz a sorrend. Az utolsó 100 méteren belül pedig eldől. Ankor második versenyét is megnyeri. Ankor lesz a nyerő. Ankor mögött a második helyre jön az istárótár. Zelnike harmadik lesz, Rahim Khan, aztán Blanka, illetve röptűz. Nem véletlen, kedves nézőink, a Telivér farmos lovak idei nagy sikersorozata folytatódik ez a derbinapon a Patai Sándor emlékversenyben is, hiszen Ankor pályafutása második startjára is győz, tehát veretlen, két start, két győzelem. Ott van az istállótársa a második helyen mögötte, Zelnike négyessel, és Rahim Khan ifjabb Fejes Lajossal ezúttal is jól szerepel, és lesz harmadik ebben a futamban. Tulajdonképpen ugye mögöttük is azok a lovak, akikre számítottunk. Röptűz jól fut, nem annyira jól, mint ahogy gondoltunk rá, de közel van, és ugye ott van Blanka. Tehát tulajdonképpen azok, akik tényleg eddig főszereplők voltak, versenynyertek, ott voltak a háromban, ők most is dominálnak, és az alsó négyes nem tud küzdelembe érni.